krizantimot egyértelműen, csak most nem tudom, egyik szebb, mint a másik. Még mindig a krizantéma a legnépszerűbb virág halottak napjakor, mondják a virágboltosok. Ebben a szekszárdi virágkereskedésben egy csokorért 650 forintot kérnek el. A fiatalok körében a fehér és a sárga színű a népszerű, míg az idősek inkább a sötétebb színű növényeket kedvelik. A virágboltos azt mondja, időjárástól is függ, mennyi virágot vesznek halottak napjakor az emberek. Mivel most kellemes enyhe idő van, így jelentősen mintegy 50%-kal megugrott a virágkereskedés forgalma. Mi a aktuálisan virágzó őszi növényekre koncentrálunk a Minden Szentek idején, tehát most gondolok így az árvácskára, krizantinra, őszi rózsákra, és érezhetően nyilván nagyobb a forgalom október elejétől egészen Minden Szentekig, ezeknek a növényeknek a keresletére nagyobb az igény. A virágkereskedők úgy tapasztalják, elsősorban kinti virágokat vesznek az emberek, mivel az enyhe időben nem fagynak el, és az üvegházi virágoknál jóval olcsóbbak. Az utóbbi időben kevesebben köttetnek erre az alkalomra koszorút, és a nagyobb városokban a művirágok is kezdenek visszaszorulni. A teamécsesek kisebb gyertyák, sőt még a nagyobb, több ezer forintos mécsesek is népszerűek ilyenkor. Egy műanyag fedeles mécsesért 50 forintot, míg az üveg mécsesért 300 forintot kérnek el a boltosok. A 60 óráig égő lett teamécsesért pedig már 140 forintért hozzá lehet jutni.